Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Már sokan sokszor hallhattak a digitális Magyarországról. Piaci szereplők és különböző intézmények bevonásával az egész országra kiterjedő úgynevezett infokommunikációs fejlesztéseket hajtanak végre. Több városban elérhetővé válik a gyors, szélesávú internet szolgáltatás is, ugye Nyíregyházán is. Most azonban a digitális Magyarország azon részéről szólunk, ami eddig nem kapott nagy reflektorfényt. Vendégem Márföldi István, az E-Magyarország hálózat e-tanácsadó koordinátora. Szerbusz Pista bácsi! Jó estét kívánok én is a nézőknek! Milyen jó hírekkel számolhatsz be? Mi az, amiről fogunk beszélgetni már a programmal kapcsolatosan? Hát nem tudom, hogy a nézőkeret szerintem annyira nem ismert ez az a Magyarország program, ami 2014-ben indult, és ez alapvetően négy olyan oszlopra épül, ami azt gondolom, hogy Magyarország felzárkóztatását célozza. Ennek a programnak a négy oszlopa az első, amiről szerintem sokan hallottunk már, ez a széles sávot mindenkinek, aminek a lényege az, hogy elvileg 2020-ra 60 megabites letöltési sebességgel kellene rendelkezni a lakosság 80%-ának. Én azt gondolom, hogy az egy reális cél, amit Nyíregyházán kitűztek, hogy a 2016-ra 30 megabit meglegyen, tehát ez egy nagyon jó cél. Másrészt egy másik ilyen kiemelt célja volt, hogy az informatikát a technikai fejlődés középpontjába állítani, és a digitális technikán alapuló különböző fejlesztéseket, KKT-nak a fejlesztéséhez, informatikai fejlesztéséhez kormányzati segítséget adnak, és ezen belül a lakossághoz eszközöket juttatnak el, tehát hogy valamilyen szinten azt a digitális szakadékot, ami van a lakosság körébe, illetve a vállalatcsoportok körébe, azt megpróbálják áthidalni. Természetesen a kormányzat is lépni szeretne mindenképpen a dologban, biztos, hogy sokan használják már az Magyarország.hu-t és annak a szolgáltatásait. Az elektronikus ügyintézés azért 2005 óta lehetséges Magyarországon. Az az érdekes, hogy rengeteg szolgáltatás érhető el, de a lakosság nagyon kis arányban használja, és hát a negyedik terület, ahol mi be szeretnénk kapcsolódni, és rendszeresen bekapcsolódunk, ez pedig a digitális kompetenciáknak a megteremtése a lakosság körébe. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem az a legnagyobb gond, hogy nincs internet, mert szerintem egy mobil internet, egy telefon előfizetéssel könnyen összejön mindenkinek. Sokkal inkább az a probléma, hogy mire használjuk az internetet. Tehát azt gondolom, hogy azoknak a kompetenciáknak a bővítése, mert az egy passzív használat, hogy mi böngészünk az interneten, de azt már kevesen tudják, hogy ügyeinket is intézhetjük az interneten keresztül, és még kevesebben dolgoznak az interneten keresztül. Szemléletformálás és oktatás is kell akkor ezek szerint? Nyilvánvalóan ez az elsődleges szempont. Én azt gondolom, hogy most, amiről beszélgetni fogunk, az egy eszköz, és egy eszközhöz jutási lehetőség a hátrányos helyzetben élőknek, de azt gondolom, hogy azzal össze van kapcsolva egy képzés is, ahol a megfelelő digitális kompetenciákat megszerzik a rászoruló emberkék. Én ezt még egy fontosabb területnek tartom, annak ellenére gondolom, hogy az átlag néző azt mondja, hogy nem a gép az a fontosabb. Nyilván nagyon fontos az eszköz, de azt látom, hogy internet hozzáférésben már nem állunk olyan rosszul a világban, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy Magyarország hogy le van maradva. Én azt tudom mondani, most épp idefelé jövet belenéztem, hogy áll ez az egész manapság. 2015 második negyedéve végén Magyarország lakosságának 75%-a rendelkezik rendszeresen internet használó, nem mondanám, hogy internet hozzáféréssel rendelkezik. De ez nagyon közel van már az Európai Unió 78%-os hozzáférésével. Nem tehát vagyunk mi annyira lemaradva, vannak olyan területek. Szeretünk így beszélni róla. Hát pár pillanattal ezelőtt azt mondtad, hogy az átlagnéző, és ezt most jó értelemben használjuk mindketten, azt mondja, hogy igenis fontos az eszköz. Hát akkor nézzük meg, hogy miért is ülünk most itt, hiszen jó hírrel szolgálhatunk Nyíregyházán, és a nyíregyházi járásban több településen lesz arra lehetőség, hogy pályázzanak magánszemélyek különböző eszközökre, laptopokra és táblagépekre. Milyen számadatokkal gondolkodhatunk ennél a dolognál, és egyáltalán mikortól nyílik lehetőség? 6000 számítás technikai eszközről van szó, ebből a tervek szerint 5000 laptop és 1000 táblagépről van szó.
A pályázati lehetőség november 16-án nyílik meg, tehát a jövő hónap közepétől lehet pályázni december 30-áig, és hát akkor január... Akkor karácsonykor lehet klikkelgetni, kattintgatni, hogyha igen, úgy igen, sürgősen. Na most mi ebbe szeretnénk segítséget nyújtani az e-tanácsadó hálózattal, mert elsősorban ugye ez a hátrányos helyzetű emberkéknek szólna ez a program, tehát akik valami miatt hátrányos helyzetben vannak. Itt elsősorban ugye gondolnak azokra is, akik anyagi helyzetük miatt vannak hátrányos helyzetben, a nagycsaládosokra, a csökkentett munkaképességű emberekre, a munkanélküliekre, illetve akik közmunkaprogramokba vesznek részt, a 45 év feletti munkavállalókra és a nyugdíjasokra, akik felmérések szerint még azzal a problémával is meg kell küzdeniük ebbe a digitális szakadékban, hogy eszközökkel sem rendelkeznek. Na de hogyha ők pályáznak, és mondjuk egy nagycsaládos benyújtja az igényét, hogy ő szeretne mondjuk az 5000 laptopból egyet magáénak tudni, akkor az a sajátja is marad, vagy csak használja? Így van, használatra kapja meg, de hát ez egy hosszú távú történet, tehát nem azt jelenti, hogy holnap után pedig más kapja meg. Bizonyos feltételek lesznek azzal szembe támasztva, tehát magyarul képzésen kell részt vennie, de ez az övé marad ez a készülék, csak nem kerül át a tulajdonába. Illetve hát ugye ezen még azért egy kicsit gondolkodnak, hogy is néz ki, hogy valakinek 10 évig, vagy 20 évig, vagy mikor egy ilyen eszköz, mikor lép be az, hogy esetleg elveszett, már nem rendszer kompatibilis, tehát már nem lehet használni, tehát azért nyilvánvalóan évtizedekig nem maradhat ez az államtól, vagy nincs értelme. Nagyon sok település nevet kellett volna megtanulnunk, te se tetted, én se tettem, de segítünk önök. Mert úgy néz ki, hogy nem mindenki pályázhat el. Hát ez Nyíregyháza és Nyíregyháza járását jelenti. Azért arányaiban úgy néz ki a helyzet, hogy kétharmad részben a nyíregyháziak pályázhatnak, és egyharmad rész a Nyíregyháza járás települései, és akkor valamelyikünk felsorolja, de legyek én, akkor Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazon, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamasz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó lakosai pályázhatnak a számítógépekre, illetve számítástechnikai eszközökre. Nem tudom, hogy mennyire fognak esetleg megmozdulni az emberek. Még ez egy új dolog, és hogy ugye novembertől indul majd be a pályázati lehetőség, de biztos vagyok benne, hogy koordinátorként azért úgy érzed, meg visszajelzéseket már kaptok esetleg. Van egy megdöbbentő, ugye arról beszélünk, hogy egyébként ebbe a digitális Magyarországban egy mintaprojekt Nyíregyháza, hogy ezt elfelejtettük elmondani. Voltak előzményei ennek az eszköz, nem mondanám, hogy osztásnak, hanem egy eszközhöz jutáson Miskolcon, és hát azért megdöbbennétek, hogy Miskolcon nem volt elég jelentkező. Tehát azért van óriási jelentősége az e-tanácsadóknak, ugye mosolyogsz rajta, hogy hát ha ingyen adják, akkor miért nem jelentkeznek az emberek. A tapasztalat utólag az volt, ez a két évvel ezelőtti projekt volt, hogy nem tudtak róla az emberek. Hát azért vagyunk most azért, itt. Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy azért adjuk ezt fontosnak, hogy tudjanak róla az emberek, és időben tudjanak róla, hogy lehet erre pályázni. Elsoroltam az előbb a településeket, hogy kiknek lehet pályázni, és akkor mondanám azokat a szűkítéseket is még, ami egyébként ezen felül létezik ezen a területen. Tehát magyarul arról van szó, hogy állandó lakosnak kell lenni. Szeptember 1-ével bejelentett, tehát most már nem lehet azt a trükköt, hogy átjelentkezel gondol, tehát szeptember 2015. szeptember 1-el állandó helye kell ezeken a településeken rendelkezni az illetőnek, aki pályázik, természetesen magyar állampolgárnak kell lennie, büntetlen előéletűnek, de azt gondolom, hogy ez nem lehet, vagy nem hiszem, hogy itt lesz éppen probléma. Azon kívül a háztartásnak rendelkeznie kell internet hozzáféréssel, és az egyfőre eső jövedelem, mert ezt szokták tőlem leggyakrabban kérdezni, annak nettó 98 ezer forintnak kell lenni, és ugye az előbb nem emeltem ki, a gyermeküket egyedül nevelők is kiemelt célcsoportjai ennek a nagycsaládosok mellett,
és ugye ennek is a gyermeküket egyedül nevelőknél pedig 140 ezer forint az a határ, ami azt gondolom, hogy itt a mi megyénkben... Abszolút reális. Igen, azt gondolom, hogy nem fog problémát jelenteni, és nem ez jelentheti a pályázat szempontjából azt a korlátot, hogy nem tudunk jelentkezni. Amit tudomásul kell venni, és ez már egy későbbi szakasz, hogy a nyertes pályázónak részt kell vennie egy képzésen is, ami ugye kapcsolódik oda, amiről az elején beszéltem, és ugye ez talán az egyik legfontosabb terület, hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek az emberek, tehát egy számítógépes, alapfokú képzésen is részt fognak venni. Egyébként annyit még hagyd mondjak el, hogy ez nem egy ilyen népiesen, vagy számítástechnikában jártosan nem egy szűzgép lesz, hanem ezen lesz Windows, és lesz az Office, és azok a programok, amik szükségesek egy átlag felhasználónak. És még egy dolgot, amit elmondok, ez pedig a e-tanácsadóknak a szerepe, tehát az ő szerepük pedig ezeken a településeken, minden településen van e-tanácsadó, és itt Nyíregyházan, ugye mi ott vagyunk a könyvtárba, az a szolgáltatás mindenki számára elérhető válik, hogy bejön a számítógépével, és azt mondja, hogy nem tudom használni ezt és ezt, illetve járok a képzési tanfolyamra, de nekem ilyen problémáim adódtak, és ott mindig lesz szakember, aki segít neki abba, hogy ebben tovább lépjen. Hála a jó égnek, mert biztos vagyok benne, hogy akadnak majd ilyenek, és hogyha már említetted, hogy ez a bizonyos tanácsadó és ez a központi dolog, ugye a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban kap helyet Nyíregyházán, akkor most szóljunk ezzel az intézménnyel kapcsolatosan, hiszen aki múlt heti műsorunkról lemaradt, annak most mondom, hogy Kerekeselek nyíregyházi festőművész Krúdi sorozata ismét látható, méghozzá a könyvtárban. Ezzel kapcsolatosan etüdöt láthatnak most. A mai idősek, szépkorúak már nem olyanok, mint évtizedekkel ezelőtt, mármint hogy nem feltétlenül ülnek ki a ház elé a lótszára, nem feltétlenül nyugodnak abba bele, hogy ó, ők már nyugdíjasok, kész, ennyi, hanem igyekeznek aktívak maradni, és tudásszomjukat nem csillapítják. Ezt a tényt sokan felismerték már világszerte, többek között Nyíregyházán dr. Semsey Imréék is. Vendégem a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánya Semsey Imre, szép estét kívánok! Kezét sokan! Nagyon-nagyon sokat beszélgethettünk már az elmúlt hónapokban híradós tudósítások szempontjából a Szépkorúak Akadémiájáról. Ez egy új kezdeményezés, nem olyan régóta indult el ugye megyeszékhelyünkön. Milyen indítatásból indították el ezt egyáltalán, és hogyan is lehetne ezt megfogalmazni? Szépkorúak Akadémiája. Igen, ahogy említetted,
ténylegesen erről van szó. Most már felnőtt egy olyan korosztály, amelyik szeretne aktívabban részt venni az életben, tehát hogy nem ül ki a ház elé és csak nézi, hogy mi történik, hanem van még igénye rá. Egészsége van, ideje van rá, szeretne még dolgokkal foglalkozni, és mi nyújtunk nekik ilyenfajta lehetőséget. Ez volt a Szépkorúak Akadémiája egyenlőre Nyíregyházán, de kedden megyek Szolnokra megbeszélni, hogy ott folytatjuk tovább ezt a fajta ismeretterjesztést. Itt Nyíregyházan a Szépkorúak Akadémiája mondhatni már második fél évébe lépett. Milyen jellegű előadásokra invitálták a szépkorúakat, és miért fontos az, hogy esetleg ilyen előadásokra, ingyenes előadásokra elmenjenek a szépkorúak? Általában olyan témákat hozunk fel, ami érdekli az időseket. Nyilvánvalóan nem érdekli, nem jön el. De nagyon szép számban jöttek, egyre többen el, addig, hogy az utolsó előadást már egy másik, nagyobb teremben kellett megrendezni, hogy elférjenek. Ez jó. Tehát mindig olyan témát hozunk fel, ami érdekli őket, meg is kérdeztük ezzel kapcsolatban, hogy mit szeretnének hallani, és úgy próbáltuk a második fél évben már az előadásokat hozni az akadémiára. Egyik kívánságuk például az volt, hogy helyi emberekről szeretnének hallani, és ennek megfelelően az eddigi előadók majdnem mindenki az volt. Egy nagyon kedves idős ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy Vivien, Szépkorúak Akadémiája, akkor én a végén bizonyítványt is kapok? Végül is igen. Tehát kicsit ugye érdekes az maga az elnevezés, de hát ez nyilvánvalóan sok szempont miatt alakult így. És valóban mondtuk az időseknek, hogy jöjjenek el, amikor csak tudnak. Ők ígérték is, és valóban jönnek, és még messzebbről is, mint Nyíregyháza, tehát más városból is eljönnek. És mi ezt azzal próbálnánk kicsit honorálni, hogy tényleg egyfajta diplomát adunk ki. Mi szerint ők ezen részt vettek, és ösztönözzük őket, hogy minél több előadásra jöjjenek el, és hogyha egy-kettő kivételével ott voltak, akkor azt mondjuk, hogy igen, ők ezt meghallgatták, mindezekről vannak már ismereteik, tudják hasznosítani. A legutolsó előadás, hogyha jól emlékszem, akkor a cukorbetegség témaköréről szólt, leginkább erről. Nem tudom, jól emlékszem? Kivéve a tegnapit, mert hogy tegnap volt a legutóbbi előadás. Jó, igen. De hogy tényleg nagyon érdekesek ezek az előadások. És hát ez a Szépkorúak Akadémiája majdhogy nem alapot nyújtott egy tovább gondolásnak. A harmadik kor egyetemiről is szóltunk már a Kölcsei TV-ben, itt a Weekendben, ebben a műsorban még nem. Mi is ez a harmadik kor egyeteme, és miben gondolkodnak most már akár még tovább, még szélesebb spektrumban? Gyakorlatilag majdnem ugyanarról beszélünk, egy kicsit más. Ugyanúgy időseknek, ebben az értelemben már nem 65 felettieknek, hanem még talán inkább csak 50 felettieknek szeretnénk olyan fajta ismeretterjesztést tartani, amely egy kicsit több, mint az akadémiának az előadásai. Tehát ebben az értelemben arra törekszünk, hogy egy olyan szervezetet hozunk létre az egyetemen belül, amelybe az egyetemi karokból majd mindenki, mármint minden karról részt tudnak venni az emberek, hiszen épp a gerontológia az olyan, amelyhez nagyon sokan tudnak csatlakozni, akár a jogi karról, akár a műszaki karról, és így tovább. És ezek az oktatók ajánlanak fel majd kurzusokat. Mi szerint ők valamely témájának jó szakértő, és arról tudnának tartani kurzusokat. Mi fogunk adni egy ilyen kurzus listát, és arra az idősebb vagy kevésbé idősebb ember választhat, és eljön arra a kurzusra. Egy kicsit már idézőjelben magasabb szinten, mint a Szépkorúak Akadémiájánál, de még mindig nem olyan véres komolyan, mint a tulajdonképpeni egyetemnél. És ennek vége is egyfajta diploma lesz, bár ez nem feltétlenül használható a munkaerőpiaci elhelyezkedésnél, ugyanakkor viszont nagyon sok ismeretet fog nyújtani. Arról, amiről az illető szeretne hallani. Akár saját maga miatt, az ő elképzelése, akár valami más elképzelés miatt, hogy ő végighallgat egy ilyen kurzust, és utána pedig bizonyos értelemben vizsgát tesz, hogy igen, megértette, miről van szó, és tudja. A harmadik kor egyetemének, vagy éppen nagyobb terjedelemben gondolkodunk hálózatának kialakításában, többek között mondjuk miskolciak is segítenek. Mennyire jók az ottani visszajelzések és már tapasztalatok? Tehát van erre társadalmi igény? Mert ugye most piciben, relatív piciben működik ez a Szépkorúak Akadémiája, de azért ez nagyobb lenne ez a harmadik kor, hogy Miskolcon, illetve azokon a településeken, ahol ez már működik, ez tényleg működőképes? Kell egy ilyen? Kell.
Illetve nagyon jó, hogy van, és nyilvánvalóan ezt nem én mondanám, azok az emberek, akik ezeken részt vesznek, hiszen szorgalmasan mindig jönnek. És már amikor legutóbb éppen a hálózatépítésről volt szó, és megjelentek a hírek, volt olyan, aki megjelent a karunkon, és kérdezte, hogy hol lehetne beiratkozni erre az akadémiára. Tehát ilyen értelemben. És tudjuk azt is a kollégáktól halván, akár Miskolcról, akár más helyekről, hogy nagyon szép számban vannak. Tehát vannak olyan kurzusok, ahol 300-400 ember vesz részt. Milyen kis, csak azért olyan pici, mert a terem, amit éppen kaptunk, akkora volt. Azt kinőttük legutóbb, már mondták is, hogy talán nem szabadna ilyen sokan ebben a pici teremben lenni, ezért kaptunk egy nagyobbat, és reményeink szerint ez a létszám, ami kitölti majd a nagyobb termet, ez is egyre nagyobb és nagyobb lesz. Tehát van rá igény. Nem, itt is, a keleti részen, ahol eddig nem volt, de ugyanezt látjuk, ha felmegyünk Budapestre, sok kerületben működik már hasonló kurzusok, és ott is látjuk több száz ember kerületenként, esetenként. Ugyanezt mondhatjuk el például Győrről, Kecskemétről, Szegedről esetenként, tehát van igény rá, és ahogy mondtam, az én korosztályom is lassan ezek közé fog tartozni, akik már úgymond nyugdíjba mennek, de még mindig érdeklődnek a virág iránt, szeretnének új ismereteket szerezni, tehát lesznek olyan emberek, a legjobb elgondolásunk szerint, akik részt fognak ezeken a kurzusokon venni. Nyilván minél többen tudnak róla, annál többen fognak jönni, és nyilván ebben a médiának is nagy szerepe van. Elődeink között is akadt olyan, aki hasonló gondolatokkal nézett a világ felé. Ön is megtette ezt pár héttel ezelőtt, azt mondta nekem is és több munkatársamnak, hogy a szellemi frissesség az kell ahhoz, hogy az öregedést azt kitoljuk, és talán pont ennek köszönhető az, hogy egyre több ilyen mozgolódás van Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, úgyhogy csak nagyon sok sikert és kitartást tudok önöknek kívánni, és köszönjük szépen tényleg mindenki nevében, hogy elindították a Szépkorúak Akadémiáját, és hamarosan elérhető lesz a harmadik kor egyeteme hálózata. Köszönöm szépen, dékán úr! Én is köszönöm a lehetőséget! Idén is hárman kapnak Prima díjat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a jelöltekről, díjátadóról most itt a Weekendben is hallhatnak. A Prima Primissima díjat 2003-ban alapították, az elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése. A díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, így már 10 éve szűkebb környezetünk, megyénk kiválóságait is méltó elismerésben részesítik, emlékeztetett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba kiemelte, idén is 10 kategóriában 10 jelölt szerepel a Szabolcs-Szatmár-Beregi listán. 10 kategóriában jelöltünk, az országos Prima Primissima díjátadókhoz hasonlóan. Minden kategóriában voltak jelöltünk. Volt olyan kategória, ahol 5 jelöltünk is volt. Ebből kellett a Társadalmi Döntőbizottságnak a jelölteket kiválasztani. Hát nem volt egy egyszerű, mert körülbelül 6 ülés volt ezzel a témával kapcsolatban, amíg végül pro és kontra az életrajzok, a tevékenységek alapján végül is eldöntöttük, hogy kikerüljön majd be erre az ünnepségre, akiket majd díjazunk. Minden évben megyei szinten 3 jelölt kaphat Prima díjat. Sajnos mi szeretnénk minden kategóriában, de hát ez a VOSZ-nak a szabályzata, erre van meg az anyagi fedezet is, hát. És ebben az évben a 3 díjazott mellett még egy külön díjat is ki fogunk adni. A 3 Prima jelölt, vagy Prima díjazott, annak a díj az 1 millió forint, és a külön díj pedig 500 ezer forint lesz. Az, hogy a 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelölt közül kik vehetik majd át az elismeréseket, november 13-án derül ki. Az ünnepség az a megyeháza Bessenyi György dísztermében, a megyei közgyűlés mindig ezzel támogatja a rendezvényünket mind a 10 évben. 13. péntek, ezt pedig reméljük, hogy szerencsét fog hozni, ezt majdnem szándékosan választottuk ezt a dátumot, más megyék nem választották ezt, és mi úgy döntöttük, hogy megrendezzük 13. pénteken. A zsűri az a VOSZ elnökségből, és azon kívül még 2-3 művészeti, sport, tudományterületén jártas
szeméből áll, akik szakmai véleményt tudnak adni, és meg tudják ítélni a tevékenységet, mert mi nem lehetünk mindebben szakértők. A döntés azt az utolsó hét első napjaiban, tehát a 13-án kezdődő hét meg kell hoznunk, ugyanis a jelölteknek a nevét, hogy a díjat is megkapják már, mint a pénzösszeget, időben le kell adnunk az OTP adminisztrációjának, hogy az utalások megtörténhessenek. Egyáltalán ki lehet jelölt, és hogyan lehet felkerülni erre a jelölt listára? Hát jelölt az lehet, aki elsősorban Szabolcs megyeinben fejti ki a tevékenységét, vagy pedig Szabolcs megyei kötődésű. Tehát innen indult a pályája, és esetleg már nem a megyében él, vagy nem a megyében folytatja a munkáját, vagy a karrierjét. Ilyen személyeket választunk ki. Korábban lehetett művészeti együtteseket is, azonban azt hiszem 3 éve megváltozott a szabály, hogy csak személyek kaphatják a díjat, és ebben az évben, illetve tavaly is már csak személyeket jelöltünk. Az elmúlt évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dr. Karádi Zsolt irodalomtudós, dr. Bene János a Józsa András Múzeum igazgatója és dr. Cservenyák László etnográfus a Szatmári Múzeum igazgatója vehette át a megyei prima díjakat. A múlt heti műsorunkban láthatták, hogy hogyan készül el ez a fülbe való tartó, ami ugye ilyen képkeret alapú. Ezt lehet most megnyerni tőlünk. Kérdésem egyszerű, és már a jövő heti műsorral kapcsolatos, mikor van Márton napja? Szerintem rémesen egyszerű, a válaszokat várjuk az alábbi elérhetőségeinkre. Mi ezzel most búcsúzunk munkatársaim nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!